Szomorúan indult az észak-amerikai profi kosárlabdaliga All-Star gálája. Az NBA idei legjobbjainak mérkőzése előtt a sportág történetének egyik legnagyobb játékosára, a január végén elhunyt Kobe Bryantre emlékeztek. Az elmúlt időszakban gyakran érték kritikák a gálát, amiatt, hogy a játékosok egyáltalán nem vették komolyan az összecsapást. Idén ezért teljesen új lebonyolítási rendszerrel próbálkoztak. Minden negyedet külön értékeltek, az aktuális győztes csapat pedig 100 ezer dollárt ajánlhatott fel egy jótékonysági szervezet javára. A hangsúly ettől függetlenül természetesen a látványos játékon maradt. A végeredményről döntő utolsó negyedben azonban elkezdtek védekezni is a csapatok, kiélezett küzdelmet láthattak a nézők a chicagói csarnokban. A keménységre jellemző, hogy a győztes kosarat végül egy falt után büntetőből szerezte meg Anthony Davis LeBron James csapatának, amely ezzel 157-155-re verte Giannis Antetokounmpo együttesét. A meccs legértékesebb játékosa a 30 pontig jutó tavalyi bajnok Kawhi Leonard lett.